Alig több mint két hét múlva életbe lép az újabb brüsszeli szankció, amely ezúttal az orosz eredetű finomított olajtermékeket érinti. Szakértők szerint ez főleg az európai dízelpiacokon okozhat, majd ellátási gondokat és áremelkedést is hozhat. Magyarország ellátása ugyanakkor biztosítva van, ugyanis korábban mentességet kapott a csővezetékes szállítást érintő szankciók alól, a százhalombattai finomító és az import pedig fedezi a hazai igényeket. Sőt, most már az is biztos, hogy rendkívüli helyzetben a MOL a szlovákiai finomítójából is behoz. Üzemanyagot. Teljes kapacitással működik a MOL 100 halombattai finomítója. Naponta 165 ezer hordó kőolajat dolgoznak fel. A kész üzemanyagot folyamatosan szállítják a kutakra. Normális működés mellett ez a finomító és az import együtt teljes egészében fedezi Magyarország üzemanyagellátását. Viszont előfordulhatnak olyan helyzetek, például a finomító karbantartása vagy a hazai fogyasztás ugrásszerű hirtelen növekedése, amikor szükség lehet a szlovákiai MOL leányvállalat a Slovnaft pozsonyi finomítójából származó üzemanyagra is. Még akkor is, ha a pozsonyi finomító elsősorban a régió, például Ausztria, Csehország és Szlovákia üzemanyag ellátásában tölt be fontos szerepet, közölte a MOL pénteken. Ezt akadályozta volna meg a hatodik szankciós csomag, amely két lépcsőben tiltja meg az orosz nyersolaj és a finomított olajtermékek importját. A nyersolajra vonatkozó szankció tavaly december 5-én lépett életbe, a finomított termékekre, elsősorban az üzemanyagokra vonatkozó tiltást február 5-én vezetik be. A magyar kormány azonban mentességet harcolt ki még tavaly júniusban a csővezetékes olajszállításra, és arra is megoldást kellett találni, hogy az orosz kőolajat feldolgozó vállalatok az orosz kőolaj részarányának függvényében folytathassák az exportot. A finomított termékek előállításakor ugyanis a különböző származású olajok óhatatlanul összekeverednek, így az Európai Bizottság engedélyezte az exportot akkora mennyiségben, amekkora a nem orosz olaj hányada a késztermékben. Vagyis lehet olyan terméket exportálni, amiben orosz és más eredetű olaj együttesen jelen van. A részletszabályokat a magyar kormány már kidolgozta, ami azért fontos, hogy a nem orosz kőolaj arányában a kőolajtermékek exportja folytatódhasson február 5-e után is. Valamint azt a lehetőséget is nyitva hagyja, hogy ha szükség van rá, Magyarország be tud fogadni kőolaj származékokat a szlovák finomítóból is, vagyis az ország ellátása biztonságban van. Az Európai Unió mozgástere tovább szűkül, az alkalmazkodó képessége csökken. A feldolgozott kőolajtermékek embargójának súlyos következményei lehetnek Európában, ugyanis elsősorban a dízel üzemanyagok tekintetében jelentős az unió függése az importtól. Erről Hortai Oliver beszélt az M1-en. Az elemző szerint a kieső orosz üzemanyagot elsősorban Kínából és Indiából pótolják majd, viszont ez bonyolultabb és drágább lesz. Azért is abszurd, mert ezekben az országokban részben orosz nyersolajból állítanak elő üzemanyagokat, tehát ilyen módon a szankciókat az új ellátási láncok megkerülik, és ezeknek az eredménye mindössze egy áremelkedés lesz, hiszen hosszabb útvonalon jut el az Európai Unióba az üzemanyag. A dízelárak feljebb fognak menni Európa nagy részén. Szinte biztos, hogy a szankciók miatt emelkedni fog a dízelára Európában, mondta a Matthias Corvinus kollégium elemzője az M1-en. Demko Attila hangsúlyozta, emellett Európa ellátása már attól is függeni fog, hogy mekkora lesz a kínai gazdaság növekedési üteme, vagyis mennyi üzemanyagra lesz szüksége az ázsiai országnak. Ez egy nagy kérdés, hogy Kína a Covid-ból kijöve mennyi dízelt fog fogyasztani. De ha nem fog annyi dízelt fogyasztani, lesz Európában dízelt, csak drágábban. Ezek után, a szankciók után. A finomított kőolajtermékek embargójának életbe lépéséig már csak két hét van, így szakértők szerint nem meglepő, hogy sok szankciópárti ország a korlátozás bevezetéséig igyekszik feltölteni a készleteit, és annyi olcsó orosz üzemanyagot vásárol, amennyit csak tud.